mondjuk ez a portál nekem pont megfelel. Kösz. Na nézzük. Hogy viszel-e másik helyre, ahol mondjuk még nem jártam. Bizony, hogy hozott. Méghozzá ide. Ó, már mióta akarok ide. Ó, nagyon jó. Ó, ez már kevésbé. Itt a fár. Örülök, hogy hálás vagy. Remélem, te voltál amúgy az utolsó. Aha, na majd mindjárt várja. Hát ilyen a mesében nincs. Muszáj vagyok megölni mindenkit. BAM! Ilyen állas kapott. Na! Szép lett volna titkos fal mögött titkos fal. Nem kéne egyébként az utolsó területre elmenni. Egész addig. De tehát azon végig menni, amíg nem találom meg az összes ilyen babát. Ha erre megyek, hogy lesz már és jó. Mondjuk nem erre, hanem még lejjebb. De még egy baba hiányzik. És meg kéne találni. Jó. Hol volt az a... Keresem. Egy portál volt. És mellette volt valami... Izé. Tényleg az hol volt? Jézus ereje. Itt. Nem itt. Adja csak ide. Baj, nem emlékszem, hogy hol volt az ajzé, kocsis. Valami olyan portálhoz kéne menni. Na, mondjuk szerintem pont itt volt. És nem. Figyelj meg. De szerintem itt volt. Csak eltűnt.
lehet az utolsó? Nos tényleg. Na most, hogyha ide elmegyek... Térkép is 99%-os. Az nem lesz 100, már csak azért, mert ide fel kell jönni. És ahhoz meg kell egy baba. És nem tudom, hogy hol van. Meg még ott jobbra is egyébként van egy irány. A francba. Na jó. Hol van már? Tök mindegy, ez is jó. Megkeresem az utolsó babát. Megnézem, hogy hol van. És akkor folytatjuk vágás után. Talán. Hát, mert a mit van, arra nem emlékszem. Megvan az utolsó. Király. Na. Persze, mert ide nem jöttem vissza azután, hogy meglettek az ability-k. Jó, lényeg az, hogy megvan a 33 ilyen kutyfasz. Persze, nézd, szorítsál be, hát ha megölsz. Felé kell menni, nem vissza anyád balra. Ez az. Jó. Na, szóval. Megvan az összes. Jó, jó helyre értem egyáltalán. Igen. Nézzük, hogy milyen jutalom. Megkerestem az összeset és kiszabadítottam. Jó, most nehogy még fölmegy a legtetejére, megmutatja, hogy oda rakja a platformot, majd vissza. One of see how they ride. Road is now complete. Köszönöm. Már szép. Hű. Nem tudom, emlékszik valaki egyébként? Mert az első részben is kellett ilyeneket gyűjtögetni. De én amikor a végigjátszást csináltam, én örültem, hogy végigbírtam minden játékot, nem hogy még ezeket összegyűjtögessem, ott volt értelme? Vagy ott mi értelme volt összegyűjteni őket? Na. Meg is vagyunk. Ez mi ez? Köszi. Ez mi ez? Óriási csörgő.
Jaj, de el van dugva. Greg áll. Lehet menni még feljebb. Nem, az ennyi. Ujjjjj. Imádom, hogy nincsen egy olyan pont, ahol le lehetne esni megszakítás nélkül legaljára. Ja, tessék. Your deeds fill us with joy. You shall always find a home. We surrender ourselves. Oké, köszi. Your deeds, you shall always surrender. No. Jó, ez a kulcs, ez a levél. Oké. A kábel, a idegei. Jó. Még mindig 99%. Hát először is ez kéne. Megnézni. Hogy azt hogy lehetne ott kinyitni? Meg, ha már itt vagyunk. Hol vannak a... Itt. Egy valamire kíváncsi vagyok. Most akartam oda felmászni eredetileg. Ugye sem akarok bemenni. De az érdekes, hogy 100%-os a map. És találtam meg egyet. Hó, majdnem 100%-os a térkép. És nem találtam meg mindent. De ott van 99%. Nem vágom. Nézzük már meg azt a szobrot, amit most kaptunk. A mana az meg van az összes, az biztos, de a HP növelő meg a poti az nincs. Köszönöm. Na jó, nézzük meg, mi van ott fent. Egyébként azt sem tudom, hogy a magas csóka hol van. A sors forrás, nem, nem. Nem. Egyszerűen nem... Nem jelzi a térkép. Én már előre félek egyébként. Jé, ezt tudom, hogy itt van. Ez nagyon fog fájni, én már érzem. This waiting
This endless waiting has been my penance. Aha. The original penance. As old as the miracle itself. It appointed me first among penitents. Perpetual by its grace. Perpetual in awaiting you an eternity. My miracle, heed my prayer. Grant me thine blessing to fulfill thine holy command. Dress my body in wounds. Lacerate the tattered parchment that clothes my flesh. For I am the first penitent, and you shall be the last. Már látom, teleportálni fog, repkedni, ide-oda varázsolgatni. Ki gondolta volna? Anyád a Genki-dama! Shongoku, te vagy az! Jó, ez már egész jól megy. Now let the Crimson Bindings finish what they once began. Ha most se sikerül, akkor tartok pihenőt. My penance is far from over. Aztán gyors hillel kell kezdenem. Ja. May the bells chime. May the bell. Now I shall. I shall wait for thee. Now I shall bring me more vile. Now I shall. There is no more room for vials in thy. Thank you.
Now I shall enhance. Although mine own blood does not cease. My child, you are now my body will melt and become one with this high tower that you can, and I will watch you from its battlements. Go with the sister, penitent one. Pray. Blessed be. May the bell.
Na szóval, ide vágtam be egy jó pár percnyi ilyen kommentár nélküli jelenetet, hogy felvételen kívül, illetve kamerán kívül, hogy miket csináltam, és hát ugye hiányoltam az életitaloknak a mennyiségét, mert volt talán 3 vagy 4. Most már van 6, és ez a maximum. Ez jóval kevesebb, mint amennyi az első részben volt. Úgyhogy az utolsó bossnak egy picikét jobb esélyekkel fogunk nem sokára neki menni. Illetve utána jártam annak, hogy itt ezt a baloldali ajtót hogyan lehetne kinyitni. És ugye itt, ahol van az ágyikó, ahol valaki haldoklott az ágyba, és a lányai meg ott sírtak, ott ugye volt egy jó pár challenge, ugye ott találtam életitalt, meg életerőfejlesztőt, meg mi egymás, és ott én találtam egy, illetve az utolsó challenge-nél ugye kaptam egy jutalmat, ami egy olyan szobor, és az a szobor az fog kelleni nekem. Méghozzá, hát ez gyönyörű volt egyébként, tehát szeretnék ide utazni, mert ide fog kelleni, és ahhoz, hogy én azt kinyissam, ezeket az oltárképeket meg kéne jegyezni. Hú, én ezt most írjam le, ugye? És nem tudom, hogy a sorrend számít-e, hogy mit hova rakok be. Majd kiderül nem sokára. Te gyere ide. Aztán te ide, és... Aha. Szerintem kisárgul, amelyik jó helyen van. Tehát nem mindegy, hogy mit hova rakok. Ő is jó helyen van. Ő is jó helyen van. És még ő kell. Na, ők kisárgultak. Ők 4-en kellenek nekem. Ahhoz, hogy ezt a fenti ajtót ki tudjam nyitni. És akkor itt van egy ilyen. Kaptunk egy ilyen tárgyat. Ez egy endingnek a feloldásához fog kelleni. Jó. Na, szóval. És ezek innen el is tűntek elég szépen. Hát ez remek. Az marha jó, mert ott az egyiket egyébként én használtam. Hello. Üdv újra. I am the first penitent, and you shall be the last. Thank you.
Now let the Crimson Bindings finish what they once began. My penance is far from over. Jó, az első fázis már nagyon jól megy. Now let a másodikkal nem tudok mit kezdeni. My penance is far from over. Nézd meg mi. Nem is csináltam semmit, és már fél életem lement. Imádom, hogy teleportálgat a hátam mögé, meg minden szart csinál. Thank you.
Imádom. Nem is volt még ott. Kimennék. Lehetőleg jobbkor nyomtam el. Ott vagy, te rohadék, te! Fúj! Dögölj meg! Hogy van? Szúrd át a szívét! Fú, ez a második fázis, ez nagyon gané volt. Az első az már ment gond nélkül. No hitre, ha kell. Ez a második, ez nagyon gané. De a szalagokkal csapdosott? Az fájt ennyire. Na. Ezzel megvolnánk. Kaptunk. Pontot. Nagyon jó, örülök neki. Igen. Kaptunk egy emlékképet, hurrá! Csá! The child is born. The clouds open up before thee and shed crimson tears. Thus begins the work of the high dramatist. Bűnhődésed már vár rád. Jaj, de jó. Biztos, hogy fel akarsz... Na, ne. És... Az egyik endingnek a feloldásához kellett ugye ez a tömjén. Amit ugye nem olyan rég szereztem meg. Igen, felhasználjuk. De nem tetszik ez nekem. Jaj, de jó. Ó, de jó. Még egy boss. Higher will. Incorporeal and inscrutable fathers. I
am the heir of your all-encompassing light. Devotion itself, embodied in weathered flesh and gilded filigree. Your magnum opus. Though I am crowned with your glory, why do you censure my presence alongside you? What is this obscure darkness of unanswered cries that prevents me from understanding the purpose of my birth? Are the same crimson clouds that heralded my welcome the grave omen of your judgment? If this confrontation is proof of thy dignity of your glory, then so be it. Jaj, de jó. Jaj, hogyha nem ölöm meg elég gyorsan, akkor... Ó, de jó, bejöttem egy basszhoz heal nélkül, nagyon jó, király, köszi. Na jó. Remélem az öreget meg kell ölni előtte újra. Az úgy vicces volna. Nem, jó. Ó, és ezt minden egyes alkalommal csináljam meg. Majd hallgassam végig a prédikációját is, mi? Mert nem lehet ellépni. Nem lehet ellépni. Meg kell hallgatni minden egyes alkalommal. Hatalmas fekete pont a készítőknek ezért. Na. Jó van. Legalább el lehetett őket nyugodni. Ütöttem, miért nem vágtad szét? Miért nem lehet egyből harcolni?
Remélem ennyi volt. Ennyi, jó. Fú. El se hiszem. Remélem több már nincs. Mozgok? Nem mozgok. Doth thou respond to my pleas? With pain? Pain in the flesh. Yet your very flesh I am. Pain in the heart. Yet your heart itself I hold. My punishment will be your sole legacy. And I shall die. I shall die reconciled with the mystery of my birth. The devotion of the many was made incarnate and suffered pain. The affliction cometh to an end, for the icon falls, and with it, the miracle's designs and its will so capricious. And so you shall ascend, both in body and soul. Through dreamed kingdoms, to the holiest of places, to the cradle of all blessings, safe under our watchful eyes. And once there, you will be captured within the ancient canvas of light and time. The penitence is thus complete. Állok ending A. Az ending B akkor jön elő, hogyha azt a töményt nem adjuk oda. De én az ending A-ra akartam rámenni. Na, hát akkor lényegében ennyi lett volna a Blasphemous 2. Maga a játék kurva jó volt egyébként. A sztori... Semmit nem értettem belőle, ha őszinte akarok lenni. Ez a vallásos... Az első résznek a sztoriát se értettem. Ez annyira a vallás körül forog az egész, hogy így a vezeklés, úgy az Isten káromlás, így ez, úgy az, hogy
hiába magyar, illetve hiába volt magyar a játék. Nem. Úgyhogy a sztoriról én nem akarok beszélni semmit, aki így jártas ebben a témában, nyilván értette, és tetszett neki vagy sem, teljesen mindegy. Én mondom, a sztoriból egy árva szót nem értettem. Én ezt a játékot maga a hangulat, meg a gameplay miatt vártam. Abban viszont nem csalódtam, tehát ilyen téren nekem ez a játék nagyon bejött. A képi világa is egyébként tök jó volt, annak ellenére, hogy pixel art, hát pixeles játékok is egyébként tudnak veszett jól kinézni, és ez veszett jól nézett ki. Picit sajnálom, hogy nem volt olyan, hát most javítsatok ki, ha tévednék, de talán mintha az első résznek a képi világ egy picit dárkosabb lett volna, és ez meg sokkal színesebb volt. Én jobban éltem volna, hogyha ez is egy picit dárkosabb. Túl színes volt, ami nem baj, csak én nekem az első rész után fura volt. De mondom, lehet, hogy nem így van, de én valamiért úgy emlékszem, hogy az első rész egy kicsit dárkosabb volt. Na minden. Mondom, én nagyon élveztem a játékot, így a vége felé egy picit ez a boss ez megfogott. Egyébként nem tudom, tehát egy jó 21 óra volt végig tolni a játékot, és 94%-ot teljesítettünk. A térkép az most vagy 100%, vagy 99, de a sideköztekkel, meg mindenféle egyéb gyűjthető bizbaszokkal együtt 94%-on végeztünk a játékkal. Egy jó 21 óra alatt. Abba azért volt bőven farmolás, meg mi egymás, meg keresgélés. Off camera. Na, én azt mondom, hogy ez szerintem egész jó érték, ez a 94%. Gondoltam egyébként, hogy nem lesz meg a 100. Na, szóval, én bátran ajánlom egyébként mindenkinek ezt a játékot az elsővel együtt. Nagyon gondolkodom rajta, hogyha időm úgy engedi, meg hogyha úgy jobban ráhangolodok, akkor az első részt újra végigjátszom akár itt a csatornán. Mert elvileg nagyon sok minden újdonság került bele, és már teljesen más az a játék, mint akkor, amikor én azt először végigjátszottam ugye megjelenéskor. Majd meglátjuk. De ez viszont nagyon tetszett ez a játék. Már mondjuk, hogyha hasonlítgatnom kéne, nekem a Last Fate az jobban bejött. Ez sem volt rossz, de a Last Fate-et azt jobban éltem. Mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy ha ötödik videó az még valamikor megjelenés környékén készült el, és a hatodik videótól kb. Így egy seggel, egy délután jutottam el a játéknak az utolsó bosszáig. Tehát egy picit ráfügtem. Na mindegy. Szóval én a műfaj kedvelőinek ajánlom bátran. Ennyi lett volna a Blasphemous 2. Én nagyon élveztem, és szerintem elő fogom még venni egyszer-kétszer ezt a játékot, mert nem volt rossz. A fegyverek egyébként tök változatossá tették ugye magát a harcot, mert ugye az első részben én úgy emlékszem csak egy kardod volt, aztán jó napot. Ugye ebben kaptál kapásból három fegyvert, ugye mind a három fegyvernek megvoltak a maga képességei, támadásai, erősségei, gyengeségei, illetve különböző platform úgymond kihívásokat is teremtettek ezzel, mert ugye különféle platforming részek voltak a különböző fegyverekkel. Ugye amikor a tükröt kellett megütni a dupla karddal, vagy a harangot ugye a nagy buzogánnyal, vagy a sima karddal ugye át kellett szakítani különböző ilyen gyökerezett vagy eres padlókat. Volt, amikor ezeket kombinálni kellett. Fú. Úgyhogy mind a három fegyver az tartogatott némi platformingot is, illetve ugye annak a megoldó kulcsát. Ami nem tetszett, az a fegyverválasztás, hogy az LB-vel kellett cserégetni a fegyvereket, és mindig csak egy irányba tudtál lapozni a fegyverek közt. Tehát volt olyan, amikor így esés közben kellett mondjuk a
kardról átváltani a dupla kardra, vagy pont fordítva, dupla kardról kellett átváltani mondjuk a sima kardra, és a dupla kardról, hogyha váltottál egyet, akkor a buzogányt vette elő, és még egyszer tehát ott kapásból kétszer kellett fegyvert váltanod, ahhoz, hogy megkapd azt a fegyvert, ami a továbbjutáshoz kell, mindezt időre, mert mondjuk zuhantál lefele, és át kellett szakítani a karddal egy padlót. Tehát a fegyverválasztás az lehetett volna egy picikét jobb. Amúgy még igazából ennyi. Az életitalok száma az nagyon kevés volt, mert én úgy emlékszem, hogy az első részben sokkal több volt, viszont itt lehetett ugye fejleszteni, hogy hatékonyabban gyógyítson. Első részben szerintem erre nem volt lehetőség. Ez a szobros megoldás, ez nagyon tetszett, hogy ugye úgymond ott buildeltél, kaptál különböző úgymond áldásokat, az egész jó volt. És hát igazából három fegyverből kettőt sikerült kimaxolni. Most visszalépünk a játékba pusztán azért, hogy az öt pont elég arra, hogy biztos, hogy nem. Van öt pontom. Egy, négy, azt mondja, egy, melyik növeli a fegyvert? Tessék. És akkor kell még 6, 9 pont összesen. Van egy. Még 8 pontot kéne szerezni, és akkor ki lenne maxolva ez is. Tehát itt van. Esel, át kell szakítani a padlót, kettő fegyvert kell váltani. A fegyverválasztás nekem nem jött be. Na jól van. Visszatérés a főmenübe, így van. Na, hát akkor srácok, ennyi lett volna Blasphemous 2. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, aki velem tartott. Aki nem, azon lemaradt róla. Én elköszönök tőletek meg a játéktól, szóval szevasztok.